A műsorban szereplők a gyermekek voltak. Kézműves foglalkozásokkal várták őket. Majd az est folyamán felléptek a Szivárványóvoda Csiporka tánccsoportosai és a Kaposszegcsői Van Remény Alapítvány gyermekcsoportosai. Énekekkel, tánccal kedveskedtek az ide látogatóknak. Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület szervezte ezt a programot itt a Hegyalja téren. Az itt lakóknak és az ide látogatóknak nagyon sok gyerek eljött ma, és nagyon örültünk, hogy ilyen kedvesen, aranyosan szerepeltek ma. A programokat úgy szerveztük, hogy a múlt héten Vackor csoportosaimmal voltunk itt, és táncoltunk, játékokat, különböző karácsonyi ráhangolódás volt a cél tulajdonképpen, és Sütő Eszter kolléganőmmel készültünk fel erre a napra. A rendezvény nagyon jól sikerült, a gyerekeket Orlai Katalin és Lángvirág készítette fel. A mai nap pedig a Dombovári Szivárványovoda Csiporka tánc együttese, illetve néptánccsoportja lépett fel, és táncoltak nekünk párosával, és nagyon-nagyon aranyosak voltak, tényleg, nagyon örültünk neki, nagyon sokan eljöttek, és nagyon tényleg vidám hangulatban telt ez a mai este. Süteményt sütöttünk, kínálgatjuk a gyerekeket teával, forralt bort ihatnak a felnőttek, és azt hiszem, hogy mindenki nagyon jól érzi magát. Az est része volt a harmadik gyertya meggyújtása az adventi koszorún, ami az örömöt jelképezi.